Csornán is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes arról beszélt, hogy elődeink sosem adták fel a harcot és fegyvert fogtak elnyomóikkal szemben. Kedves ünneplő közösség! Tisztelettel köszöntök Önöket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulóján Csorna város önkormányzatának ünnepségén. Kérem, énekeljük el a himnuszt. Balázs miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár urat, dr. Bónáné, dr. Németh Katalin, Csorna város polgármester asszonyát, Major András alpolgármester urat, Szalainé, dr. Németh Anna Mária jegyzőasszony, Berkiné, Sokorai Tünde aljegyzőasszony, dr. Egresiné, dr. Kis Mária asszony, a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal, Csornai járási hivatalának hivatalvezetőjét. Köszöntöm még az egyházi méltóságokat, a képviselőtestület tagjait, a rendészeti szervek vezetőit, a településünkön működő intézmények, üzemek, gazdasági egységek, vállalatok vezetőit, az iskolák tanulóit, tanárait, a pártok, civil szervezetek, a sajtó valamennyi képviselőjét és minden kedves megjelentet. Tisztelettel felkérem dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes urat ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt egyházi és világi előjárók, kedves ünneplő magyarok! A magyar alaptörvény értelmében országunknak három nemzeti ünnepe van. Az alkotmányos parancs alapján az ország minden évben, augusztus 20-án közösen emlékezik a független magyar állam több mint 1000 évvel ezelőtti megalakulásáról, március 15-én az 1848-49-es Habsburg birodalommal szembeni szabadságharcról, október 23-án pedig az 1956-os antikommunista népfelkelésről. Három teljesen különböző történelmi kor, három teljesen különböző történelmi esemény, de mégsem különböző három ünnep. Nem különböző, hiszen a talapzata ugyanaz, a magyar szabadság iránti vágy. Az a vágy, amelytől vezérelve mi magyarok 1000 éve idejöttünk erre a földre, békében élünk az itt élő más népekkel, államot alapítottunk, olyat, amely biztonságot és szabadságot hoz az alatta élő népeknek. Sosem vágytunk világhódításra, sosem érdekeltek minket a divatos, körülöttünk repkedő nemzetközi jelszavak, sosem gondoltuk, hogy rajtunk kívül nincs más út. De mégis, mi a tartós és megváltoztathatatlan értékekben hittünk, a magyarságunkban és a keresztény kultúrában úgy gondoltuk, hogy minden más csak múló hó volt, amely úgyis tovaszállt, és különben is ezek a divat irányzatok csak a saját farkukat kergetik. Semmi más nem akartunk, csak egyenes háttal, egyenes tartással, nyílt szemmel saját utunkat járni, saját sorsunkat formálni.
Több mint 30 generációnyi magyar élte már le így Kárpát-medencében az életét. Úgy, hogy tudta és ha kellett küzdött érte, hogy az ő szülei is itt élték le az életüket, ő is itt éli le az életét, és az ő gyermekei is itt fogják leélni az életüket. Sodorjon bármely veszedelmet erre a történelem. Nem más, mint az itthon lévő ember szelíd magabiztossága és szabadságvágya ez. Azért a szabadságvágyé, amiből, mint közös gyökérzetből a három nemzeti ünnepünk táplálkozik. Hiszen ismerjük fel, három nemzeti ünnepünk olyan, mint a Szent Háromság. Három különböző esemény, de egy lényegű, és ebben egyben adja ki Magyarországot küzdelmünk örök tárgyát. Olyan Szent Háromság ez, amelyet nem a forradalmi láz ihlete, nem az izgágasság, a reformbű, vagy a sovinizmus, hanem az önvédelem. Minden konfliktus valójában nem támadás, hanem önmagunk megvédése és megszervezése iránti vágy. Babits Mihály írja a Magyar Jellemről című munkájában, idézem Babicsot, a magyar szellem végig egységes, és mégis állandóan nyílt és megértő. Aki sokat és sokfélét befogad vagy megért, az kevésbé fog kizárólagosan hatása alá kerülni egynek és egyfélének. Kevésbé fog fölülni vagy beugrani. Így jobban tud az maradni, ami. Bizonyos fölénnyel néz az idegenre, és nem nyújtózik minduntalan a veszteségek és a végtelen felé. Megmarad a maga kipróbált, véges, de ha hagyják, folyton gazdagodó világában. A magyar hagyta magán végigzúgni Európa szellemi áramait, jóhiszeműen és megértően, de semmivel sem sodródott a végletekig. A rajongó aszkéta és a bogaras könyvember, Savonarola, a híres előreformátorok egyike, vagy Don Quixote, egyik sem magyar típus, mondja Babits. Noha szent szerzetesek, jó lovagok, tudós humanisták voltak nálunk is. Ha a koráramlat nemzeti sajátosságainak kedvezett, vagy nemzeti jogaink védelmében segíthetett, mélyebben is engedtük magunkra hatni, mint például a reformációt. De semminek a magyar nem adta át magát soha annyira, mint hogy a magyar maga jogáról és igazságáról elfeledkezett volna. Eddig az idézet Babitstól. Babits szerint, tehát ilyenek vagyunk mi, szabadságvágyunkat nemzeti ünnepeink Szent Háromságában ünneplő magyarok. Alig, ha nem igaza van. Tisztelt ünneplő csornaia! 1848-49 táján és Cudar világ járta. Metternich kancellárok igazgatták Európa népeit, akik a napóleoni háborúk utáni győztes feudális monarchiák által meghatározott világrend Szent Szövetség építőmesterei voltak. Ezek a kancellárok nem voltak buta emberek. Az általuk létrehozott rend pedig valóban néhány évtizedre megakadályozta a háborút Európában. De egy ősi tudás hiányzott belőlük. Nem tudták, hogy Európa nem a birodalmak, hanem a nemzetek. Nem a diktátorok, hanem a szabad és önrendelkező közösségek földje. Nem tudták, hogy az európai embereket nem lehet akaratuk és beleegyezésük nélkül kormányozni. Joggal jegyezte fel Széchenyi István naplójában, hogy Metternich és társainak a szisztémája a legmélyebb megvetéssel sújtani mindenkit, aki nem követi őket vakon. Aztán végül mégis a Széchenyi és Kossuth féle magyaroknak lett igazuk, nem a birodalmak építőmestereinek. A nagyhatalmú osztrák kancellár Metternich maga is kénytelen volt belátni. Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. Tisztelt csornaiak! Csornai csata azok számára, akik a háborút vezették, csak egy epizód volt, amelynek következményeit a térképen zászlócskák vagy bábuk átmozgatásával viszonylag gyorsan orvosolni lehetett. Egy epizód a nagy küzdelemben és a nagy játszmában. Egy jelentős összecsapás, mint később kiderült, a magyar honvédsereg utolsó győztes nagy csatája. Azoknak, akik 170 esztendővel ezelőtt itt harcoltak, azon a nyári napon meghatározó élmény volt. Sokan életüket vesztették, sokan megsebesültek, de a többiek tovább mentek és kivívták a győzelmet, kivívták saját becsületüket is. Csornaiaknak ez a részük a nemzet szabadság harcának történetében. Az a darab, ami kézzel fogható és amit rájuk bíztak. A hősi halottaknak magától értetődő természetességgel adták meg a csornaiak a végtisztességet. Mindegy, hogy barát vagy ellenség volt az illető. Azért, mert ezt kívánta a becsület.
A becsületet, mint értéket pedig újra életünk szervező erejévé kell tennünk. A becsület késztet ugyanis minket arra, hogy erényesen, helyesen cselekedjünk. A becsület késztette a csornai csatában résztvevőket is, hogy vállalják azt az áldozatot, amelyet hazájuk akkor megkövetelt tőlünk. Ez nem csak azok számára fontos, akikre emlékezünk. Legalább annyira fontos a közösségnek is, mert így alakul ki az identitása, épülnek ki igazodási pontjai, így lesznek olyan hagyományai, amelyek erőssé tehetik őket. Sok mindent elmond rólunk, hogy miért vagyunk hajlandóak meghalni, de mindent elmond rólunk, hogy miért vagyunk hajlandók élni, tartja a mondás. Ha szembesülünk ezeknek a hősöknek rövidre szabott életével, sokkal többet fogunk tudni a magunk életéről is. Jobban értjük majd, hogy az élet, a békében megélt élet nem egyszerűen a mi lehetőségünk, hanem a mi becsületes küldetésünk. Nekünk az jutott a gondviseléstől, hogy élhetünk a hazáért, dolgozhatunk és építhetünk, családot alapíthatunk, családban élhetünk, közösségeket szervezhetünk. Dönthetünk a jövőről, és a saját munkánk árán meg is valósíthatjuk azt. Az a rendeltetésünk, hogy becsülettel megvédjük azt, ami a miénk, és szebben és jobban áldjuk tovább az utánunk következőt. Tisztelt ünneplők! 1848. március 15-én a magyarok beírták magukat Európa történelmébe. Vér nélküli forradalom, példa nélküli nemzeti egységben vívták ki a magyar nemzet szabadságát és függetlenségét a birodalom elnyomásával szemben. Nem voltunk egyedül a szabadságvágyunkkal. Az európai nemzetek Palermótól Párizsig sorra lázadtak fel a birodalom ellen, és álltak ki a nemzetek függetlensége mellett. Az európai népek egyszerre ébredtek rá, hogy a nemzeti függetlenséget csak a nemzetek Európája tudja megadni. A magyar nemzet fegyverek és erőszak nélkül csupán a szavak, a törvények és a diplomácia erejével elérte, hogy egész Európa ránk figyelje. A magyar forradalom elérte, hogy megalakulhasson a független magyar kormány, saját védelme, pénzügyi függetlensége legyen az országnak, és beindulhasson független magyar törvényhozás. Nemzedékek még csak álmodni sem mertek ilyen szabadságról, se előtte, se utána, mert mindig egy birodalom irányítása alatt éltek. A magyar szabadságot azonban sosem adták ingyen. A birodalom nem sokáig viselte a magyarok függetlenségét, hanem összehangolt támadást indított, felbérelt zsoldosokat küldtek a magyarok leverésére, és szabadságharcra kényszerítették a magyar nemzetet. Majd jött a megtorlás, és a magyar nemzetnek közel másfél évszázadot kellett arra várni, hogy valóban független és szabad legyen a 20. század végére. Mindez a küzdelem pedig nem csak történelem, hanem napjaink valósága is. Az Európai Unió nem egy birodalomként született. Szabadságszerető nemzetek alapították meg egy szörnyű háború után. Olyan időkben, amikor mindenkinek volt tapasztalata arról, hogy mit jelent a birodalmi gondolkodásból fakadó, totális elnyomás és totális háború. Amikor a kontinens romokban hevert, létrejött a várva várt francia-német kibékülés, létrejött egy olyan Európa, amely a kölcsönös érdek, kölcsönös tisztelet jegyében politizált. Kohl kancellár írta utolsó politikai üzenetében: a bizalomra épülő együttműködéshez megbízhatóságra és kiszámíthatóságra van szükség. És a megbízhatósághoz, kiszámíthatósághoz az is hozzátartozik, hogy az ember felismeri a saját létfontosságú érdekeit. Nem radikálisan és rövidlátóan, hanem becsületesen és egészen magától érthetően. Fennhíjazás nélkül, előrelátóan, beágyazva a nagy egészbe, és tekintettel a közös érdekhelyzetre, valamint a többiek érzékenységére és érdekére. Mondta a mindig bölcs Kohl kancellár. Az unió éppen ezért azért volt sikeres, és addig lesz sikeres, amíg a szubszidiaritásra épít. Az elvre, amely arra hívja fel a figyelmet, hogyha egy feladat, vagy egy személy, vagy egy közösség konkrét érintettség okán helyi szinten meg tud oldani, arról nem szabad magasabb szinten, esetleg az érintettek kihagyásával dönteni. Európák, az Európai Unió intézményei keresztül ma újra tettermékek vezetik, akik ismét, mint oly sokszor, történelmi folyamatok elkerülhetetlenségére hivatkozással le akarják építeni a nemzeteket, és birodalommá akarják szervezni az öreg kontinens.
Az Európai Egyesült Államok gondolata ugyanis egy birodalmi gondolat, amellyel egy életidegen és sokszorosan megbukott birodalmi ideológiát igyekeznek ráerőltetni minden nemzetre. Az ár nem számít. Nem számít, hogy a multikulturalizmus és a bevándorlás alapvető etnikai változásokat hoz, kézzelfogható tapasztalatként rerombolja az európai életformát, és vele a demokráciát és a szabadságot. Napóleon szerint a birodalmak mindig gyomorrontásban pusztulnak el. Ő már csak tudta. Volt benne tapasztalata. Az előttünk álló időszaknak ezért nem is lehet más a legfontosabb sorskérdése, mint hogy Európa birodalommá válik-e, és elpusztult gyomorrontásban, vagy megmarad annak, aminek az alapító és mi is szántunk. Szabad Nemzetek Szövetségének, amelyeket a kölcsönös tisztelet és az egymás érdekeinek figyelembe vétele jellemez. Ez a vitához pedig nekünk szabadságszerető, hagymázas, divatos ideológiákkal egyenlő, hazánkat szerető magyaroknak is lesz egy-két szavunk. Tehát talpra magyar, íja haza, itt az idő, most vagy soha. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves megjelentek, hallgassák és tekintsék meg a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Hunyadi János Középiskola diákjainak megemlékezését. Az ünnepi összeállítás szerkesztette Vicskai Kamilla tanárnő. Mit ér az ember, ha magyar? Kérdezte Adi. Mi a magyar? Elmélkedett Babics. Majd így összegezte. A magyar nehézkes a cselekvésben, fogékony és gazdag a látásban. 1848-ban éppen ez a nehézség hiányzott elődeinkből. A magyar forradalom és szabadságharc kivételes eseménye volt ekkor az európai történelemnek, mert a forradalmi célok érdekében a nemzeti, össznépi összefogás egyedül nálunk valósult meg. Ünnepi műsorunkat a kortársak és az utódok emlékezéseiből állítottuk össze. 1849 nyárvégi napjai a magyar nép történelmének talán legszomorúbb napjai voltak. A szabadság, amiről Európa közepére költő és vele egy nép álmodott, a szabadság ugye elbukott. Nem azért történt, mert gyenge volt a nemzet. Nem azért, mert kevés volt a lelkesedés. Mindenki egyet akart. A költő, aki talpra szólította a magyart, a márciusi ifjak és a honvédek, akiknek életüknél fontosabb volt a hazaszabadsága. Hiszen mindegyet akartak. Legyen Magyarországon béke, szabadság és egyenlőség. Szabaduljunk fel az osztrák elnyomás alól. Váljon valóra a független, szabad Magyarország. Ugye elbukott, mert két hatalom fordult ellene. Az osztrák császár és az orosz cár. Elbukott, mert segítséget sehonnan sem remélhetett. Világos 1800. Csendő. Itt ott a fernyét, és az eltévedt éjjeli lepkét, magasba vágja az őrtűz, erőre kapott lámja. A venyige sercel, sír, mintha jövőjét válni. Újra sötét sem. A ló álmában felhorkan, a már gyanúsan figyel. Tótükre topcsan, gyűrűjükben remeg. Micsoda nyugalom. Hallok, harangsírek távoli város leugodott templomából. Hangja megreszel szemedben az idegen határon. Testvére itt áll, ágyúban mutra vágol. De nem hallja őket sem gondol, sem borsdantulat. Néhány évvel korábban a fiatal költő, Petőfi Sándor versben örökítette meg látomását a szabadságharcról. Hitt abban, hogy nemzet a harcba száll majd szabadságáért. Úgy képzelte, a világ minden nép egy zászló alatt küzd majd a zsarnokság ellen. Arra álmodott, hogy a nép haragja elsodorja a királyokat, létre hozza a köztársaságot, melyben minden ember egyenlő lesz. A március 15-i pesti események nem kezelhetők önálló történelmi momentumként. Egy igen hosszú, Európát érintő folyamat szerves részét képezi.
Három héttel korábban a francia fővárosban közel 100 000 ember kelt fel Lajos Fülöp uralma ellen. Február 24-ére véredően több száz barikádot emelt a párizsi nép. A felkelők sikerrel vették fel a harcot az ágyukkal, felvonuló katonásággal, majd két nappal később kikiáltották a köztársaságot. Kontinensünkön futótűzként terjedt a hír, a Pozsonyban ülésező alsótábla március 1-én délelőtt értesült az eseményekről. Kossuth megérezte a történelmi pillanat jelentőségét, és ezekkel a szavakkal fordult képviselőtársaihoz. Remélem, hogy az országgyűlés a mindennapiság karányi politikájával, mely a mostani nagy dolgokkal összehangzásban nincs, a kornak és azon igényeknek érzetére emelkedni fog, melyel az országgyűlés iránt a nemzet viseltetik. Az akkor még csupán 100 000 lakosú Pesten a Pilvax kávéház volt a legnépszerűbb találkozó helye az egyetemistáknak. 1848 tavaszán így gyülekezett az a forradalmi hangulatú csoport is, akiket már akkor is március ifjaknak neveztek. Március 15-én a Pilvax kör tagjai élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk írják ki a sajtószabadságot. Addig ugyanis csak a bécsi udvar jóváhagyásával jelenthetett meg bármilyen magyar nyelvű írás. Cselekedjünk! Ne nyírtod az munkban a polgártársat! A bécsi nép már barikádokat emel az utcákon. A császár elmenekült Bécsből, mert Termik áruhába szökött meg a városból. Fogjunk fegyel! Okosabb lenne várni, ne hamarkodjuk el a dolgot. Hát ha békés úton is el lehetne intézni a 12 pont elfogadását. Az ördögnek kell most az okos ember! Vagy elfogadja a császár a nemzetétemet elégszeket, mert fegyvert fogunk! Sikolt a harci sír, riadj magyar, riadj! Csatára hív az ár, ki fent a célt ragadj. Vidám a fesse a szabadság hajnalát, fürössze vérbe a zsarnok fal bíborát. Én még a magyarok istene, jajjannak ki feltámad ellenem. Az Isten is segít, ki bír velünk, szabad népek valánk, azok legyünk. A lelkesedés olyan nagy volt, hogy már nem félt el a Pilvaxban, kicsapott onnan az utcára is, s a tömeg, mint az álladó folyam, egyre nőtt. Ez a tömeg vette kezébe a Mit kíván a magyar nemzet kinyomtatott példányait, s a nép szent lelkesedésébe levette kalapját, és fedetlen fejjel állt a szabad sajtó első termék előtt. Halljuk a 12 pontot! Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben. Nemzeti ősereg. Közös teherviselés képviselt egyenlőség alapján. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdszék. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, a magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió, vagyis Erdélynek magyarországbeli egyesítése. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Éjjel, úgymond, köteleljük! Melyik elfolytott vérzi szív alatt, úgy jöjjetek ki, láncra vett napot. Lássátok a boldog dicső napot, a pontra, mely soká küld feletek terült, igaz és áldást hozzatok. Kelj föl a vágya kőpálmáiból, tebeg meg sikva gondolat. Kiállás fölérzés, mely jövél elfolytott vérző szív. Este a Nemzeti Színház a Bánkbánt adta elő. Zsúfolásig megtelt a nézőtér. A zenekar közkívánatra eljátszotta a Rákóczi Indulót, a Márszelyes, s Erkel maga dirigálta a Hunyadi László fináléját. Méltó betetőzése volt ez a március 15-i eseményeinek. Petőfi másnak a következőket vetett a papírra. Magyar történet múzsája. Vésőt soká nyugodott, vett fel az, s örök tábládra, vésd fel ezt a nagy napot. Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint mink 24 óra alatt. A pesti forradalom híre
futótűzként terjedt a vidéki városokra. Bécs engedményekre kényszerült. Április 7-én kinevezte a Batthyány kormányt. A pesti országgyűlés megnyílt 1848. július elején. Petőbb Sándor, napló. Üdvözlés születésed napján, vagy a szabadság. Először is én üdvözöllek, imádkoztam és küzdöttem életet. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt a fájdalmam, minden nélkülöztünk téged. 5. Ferdinánd császár április 11-én jóváhagyta a Magyarország ülés követeléseit. Eltörölte a jobbágyságot, elfogadta a sajtószabadságot, a cenzúra eltörlését, a vallási egyenjogúságot. Nehéz helyzetében minden engedményre hajlandó volt azzal a titkos gondolattal, hogy időt kell nyernie. Közben a nemzetiségeket, szerveket, horvátokat, románokat, szlovákokat akarta a magyarok ellen fordítani. Szeptember 11-én Jelasics horvát bánycsapatai betörtek Magyarországra. Ezzel kezdetét vette a szabadságharc. Hamar kiderült, hogy a magyar ellenállás nem olyan könnyen törhető le, mint képzelték. Kossuth lelkesedése átragadt a nemzetre. Katonát kért, és a honvédek ezrével állt az lázlaja alá. Fegyvert kért, és a templomok tornyaiban elhallgattak a harangok. Ágyúba öltve védték a magyar szabadságot. A honvédek nem voltak igazi katonák, de valódi hősök voltak. Damjanics, Klapka, Bem és a többi tábornok vezetésével bámulatos győzelmeket vittek véghez. A dicső tavaszi hadjárat csatáit követte a nagysallói és a komáromi győzelem. A magyar szabadság fénye lobogott még akkor is, amikor Európa népei már letették a fegyvert. Ferenc József császár, aki sem győzni nem tudott, sem békét kötni nem volt hajlandó, segítségét fordult az orosz uralkodóhoz, Miklós cárhoz. Görgei 152 ezer honvédjével, 194 ezer orosz, 83 ezer osztrák és 44 ezer horvát állt szemben. 1849. augusztus 13-án a magyar honvédek világosnál letették a fegyvert. A szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy nemzet álmodott, a szabadság ugye elbukott. Kis haza, te az elnyomatás
forradalom napja mégis ünnep számunkra. Őrizzük és tiszteljük azok emlékét, akik mindegyet akartak. A költőjét, aki talpra szólította a nemzetet, a március hitjekét és a honvédekét, akiknek életükért fontosabb volt a hazaszabadsága. Nem feledjük a 13 honvédtábornok nevét, akik vértanúként haltak meg Aradon 1849. október 6-án, hiszen mindegyet akartak. A megemlékezésen megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát. Csorna város nevében köszönöm helyet el dr. Orbán Balázs miniszterelnökhelyettes úr és dr. Rózsáné, dr. Németh Katalin, Csorna város polgármestere. A csornai polgármesteri hivatal részéről koszorúz Major András alpolgármester úr és Szalainé dr. Németh Anna Mária jegyzőasszony. Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal Csornai járáshivatala nevében koszorút helyez el dr. Egnesné, dr. Kismária járási hivatalvezető és Kéri Mónika a kormányablak osztályvezetője. A csornai Pemontrei Prépostság nevében Boldvai Márton Bertalan perjel koszorúz. Koszorújával Horpár István tanácsadó testületi tag hajt helyett. A Csorna Kapuvári Evangélikus Egyházközség nevében Tudár József lelkész és Raszkovics Miklósné felügyelők helyezik el a megemlékezés koszorúját.
a Csomlai Rendőrkapitányság részéről koszorúz Katona László rendőr alezredes, kapitányságvezető helyettes és Takács Gábor rendőr őrnagy, rendészeti osztályvezető helyettes. A Győrmoson Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság katonai katasztrófavédelmi kirendeltsége nevében Rácz Imre ezredes kirendeltségvezető és Vajda István tűzoltó százados a Csomlai katasztrófavédelmi őrs parancsnoka helyezik el a megemlékezés koszorúját. Koszorút helyez el Csolnaváros önkéntes tűzoltó egyesülete nevében Bognár Zoltán parancsnok és Farkas Gábor parancsnok helyettes. Fidesz Csomlai szervezete részéről Szilágyi Andrásné és Bella Rudolf Kalendről koszorúznak. A Fidelitás Csomlai csoport nevében Csaba Tina és Kiszner Odett Kalendről koszorúznak. A KDNP Csolnai Szervezete és az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség nevében Hán Sárolj tiszteletbeli elnök és Antal Krisztián elnökségi tartozó. Magyar Zoltán, a Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti képviselője és Király Patrik a Csolnai Szervezet nevében. A Mi Hazánk Mozgalom nevében koszorút helyez el Ferenc Gergő megyei elnök és Ujjás Csaba, a Rábaközi Szervezet tagja. A városunkban működő nevelési-oktatási intézmények nevében az intézmények vezetői Bella Imréné, Egeriné Fülöp Gyöngyi, Liskai Angéla, Tóczi Tamásné, Viki Otto, Gönc Tibor, Madar Zoltán és Váradi József helyezik el a megemlékezés koszorúját. A Csornai Margit Kórház részéről koszorúz dr. Rinczai Zoltán főigazgató és Erdélyné Orbán Gyöngyi ápolási igazgató.
a Szociális és Gyermekjóléti Központ nevében Németné, Élő Zsuzsanna intézményvezető és Kozmáné, Egyek Andrea intézményvezető helyettes hozzá. A Csornabő Kft. Részéről Szántó Lajos Sándor ügyvezető igazgató, Ruzsa Jánosné gazdasági vezető és Egyházi Péter műszaki vezető jelzi fel a megemlékezés hozzáját. A Csordai Korona Polgári Együttműködési Egyesület nevében Bognár Győr elnök és Takács Tibor elnökségi tagja egyeletét Petőfi szobornál. A Csordai Sport Egyesület részéről a koszorút elhelyezi Családi János elnök és Gyökös László elnökségi tag. A Vitézi rendnevében koszorút helyett el Csiri Ferenc Vitézi főmester, Vitéz Farkas András és Vitéz Kuri Lajos.